kollégánkat fogjuk elsőként szólítani. Aszódi János van a telefonvonal túlsó végén, aki az ATV-n, hát én nem tudom, majd elmondja azt, hogy ő hány éve csinálja a mezőgazdasági magazint, aminek új mezőgazdasági magazin egyébként a címe. Jó reggelt kívánunk, szia János! Szia, jó reggelt, szervusztok! Elmondod, hogy hány éve csinálod ezt a magazint? Igen, elmondtam már neked, illetve hát nektek ezelőtt egy jó másfél éve, de most már azóta felszaporodott az évszám, tehát pontosan 20 éve vagyok az ATV csatornáján ezzel a műsorral. Ugye igen. Nyilvánvalóan a beszélgetés... Hogy megkarcolt most mi? Egyből, hogy beszólt? Hát csak folytatom azt, amit te akkor elkezdtél, ezt a kis beszólogatást egymástól, de ezt gondolom, hogy ez... Ez a szeretet jelen állam, abszolút, meg nyilván nálad is. Na komolyra fordítva a szót, ugye pont arról beszéltünk nagy körben éppen a napokban, hogy nincs az életnek olyan területe, János, amelyet most a koronavírus, az a világjárvány ne befolyásolna, vagy nagyon kis mértékben, vagy brutális nagy mértékben. A ti maga, vagy a te magazin műsorodat hogyan érinti, esetleg befolyásolja a koronavírus? Hát nagy mértékben befolyásolja, mert én sem tudok úgy közlekedni az országban, mint ahogy azt megszokhattam, mert ugye hát nem hordhatom, hogyha esetleg megfertőződnék valahol, akkor nem hordhatom össze-vissza az országban, meg én sem szeretnék megfertőződni. De azt vetted alapot, ugye most, hogy mi a legújabb intézkedés? Igen, hallottalak beletek ezt az imént, úgyhogy, de nem is megyek sehová, hanem átértem egy ilyen telefonos interjú készítésre, ami egy kicsit macerás ugyan, de jobban el is fáradok benne, mint hogyha elmennék forgatni, de most a hétvégi műsoromban is már ilyet fognak látni a nézők. És azt szeretném megköszönni nektek, hogy én most beszélhetek egy kicsit a mezőgazdaságról ebben a műsorban, mert ugye az imént hallottam, hogy nagyon sok embernek megköszöntétek a munkáját, amit ugye én is csak köszönni tudok, de a mezőgazdaságról, az élelmiszeriparról, arról, akik ott dolgoznak, viszonylag keveset beszélünk. Jogos. Tehát akik megfejik a tehenet, összeszedik a tojásokat a tyúkok alól, levágják a disznót, aztán megcsinálják nekünk a kolbászt, a sajtot, tehát még sorolhatnám tovább. Tehát az, hogy nekünk legyen a boltban mit vásárolni, azt ugye nagyon sok ember munkájának köszönhető ez a dolog, és én szerintem erről többet kellene beszélni, nem tudom, hogy ti egyetértetek-e ezzel. Abszolút, és olyannyira, hogy két javaslatom lenne. Kérdezd meg, légy szíves akkor a miniszter urat is erről, hogy hogyan készül fel a mezőgazdaság, az agrárium erre a kritikus időszakra. Főleg így van a tavaszi munkák, hát az egy óriási jelentőségű időszak. Hát vicces, hát ki fogja leszedni például a terméseket, a gyümölcsöket az idény munkásokkal, mi lesz? Így van, tehát én már előre mentem itt a ti gondolatmenetetekben erre, mert a holnap reggeli műsorban a miniszter úr elmondja azokat az intézkedéseket, amik hát ugye itt a mezőgazdaságot érintik. Tehát az, hogy az áru szállítás az folyamatos legyen, hogy a zöldségek és a primőr áruk azok eljussanak a termelőktől oda, ahova el kell, hogy jussanak. Igaz, hogy ebben hallottam némi nemű problémákat, hogy a termelők, akik a primört megtermelik, az uborkát, vagy a paprikát, vagy esetleg majd a retket, azoknál egy kicsit gondot okoz ez a piacra jutás, úgyhogy ennek még a jövő héten utána fogok nézni, hogy ezzel hogy állunk, mert ugye ezt is meg kell szervezni, mert egészen másképpen történik most a tulajdonképpen az áruknak a szállítása. Tehát nem nagyon működik a nagybani piac, ahogy én ezt hallottam, és itt valami központi árufelvásárlása lenne szükség, én szerintem a közeli hetekben, hónapokban, hogy ez maradéktalanul tudjon működni, és eljusson hozzánk az asztalainkra az a finom zöldség primőr áru, amit a magyar termelők termelnek meg, tehát ne a külföldit kelljen megvenni. De jó, hogy ezt most pont belefűzted ezt a gondolatot ebbe a mondatodba, mert éppen ezt kérdeztem volna. Hogyan lehetne még jobban promotálni azt, hogy a magyar termékeket, a magyar zöldséget, a magyar gyümölcsöt részesítsük előnybe? Mi a Krisztinával például 2 éve megfogadtuk azt, tudod, amikor kimentünk innen a stúdióból, hogy csak magyar termékeket vagyunk hajlandóak enni, nem érdekel minket a spanyol paprika, meg a kínai fokhagyma. Lehet, hogy megszektem. Lehet, hogy ő megszekte. Hát,
hát néha meg lehet szegni, de én azt mondom, hogy mindenkinek saját magának a lelkiismeretére kell hagyatkoznia, és azt mondani, hogy én most már pedig magyar terméket veszek elsősorban, ezt úgy, ahogy csinálják az osztrákok, vagy a dánok, a hollandok, a németek, tehát csak példát kéne ezt venni, tehát az az összefogás, ami most kezd kialakulni az országban, az errefele is tendálhatna, én szerintem. Azt szerettem volna tőled kérdezni, amikor az ember most vásárol, mire figyeljen, milyen a szállítási körülménye a boltokig, a zöldségeknek, gyümölcsöknek, hogyan kell megtisztítani? Például engem kért a férjem, hogyha lehet, akkor most csomagolt almát vegyek, meg csomagolt paradicsomot, nem pedig úgy, ahogy szoktam bele. De miért csak azt nem tisztítjátok meg? Hát dehogy nem, csak hogy van-e különbség, például van ennek jelentősége, ez nem feltétlenül az agráriummal függ össze, hanem a fogyasztóval, de tudsz-e segíteni? Hát én azt mondom, hogy az nem szerencsés, hogyha mit tudom én, valaki a boltban össze-vissza fogdos mindenféle kaját, érted, tehát a zöldségeket össze-vissza fogdos, tehát ezt a szokásunkat szerintem ezt el kéne most felejteni, és amit megfogunk, azt tegyük az acskóba, aztán utána otthon ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket amúgy is megmossuk, meg megtisztítjuk. De én azt mondom, hogy az a szállítási lánc, ami mondjuk az áruházakra, az üzletekre, és most nem akarok neveket mondani, de te is tudod, miről van szó, ott egy nagyon zárt szállítási rendszerről beszélünk, ott elméletileg nem történhet fertőzés, meg ugye a dolgozókat is vizsgálják, hogy egészségesek, stb. De azért mindenki figyeljen arra, tehát mossa meg otthon ezeket a gyümölcseket, zöldségeket, amit meg kell főzni, ezt meg kell főzni, és úgy együtt meg, tehát azért körültekintően kell eljárni. János, én magám véleményem. De jó vélemény egyébként. Köszönjük, János, hogy a rendelkezésünkre álltál. Tehát akkor az Új Mezőgazdasági Magazin időpontja? Tehát az Új Mezőgazdasági Magazin ugye szombaton és vasárnap látható, 6 óra 35 perc, nagyon... és ezekkel a témákkal foglalkozom most is. Két külön adást láthatunk, mert ugye holnap az ismétlés van, és vasárnap van az új, úgyhogy ha teheti, mindenki nézze meg, és az elkövetkezendő időkben is arra törekszem, hogy minél több olyan információt hallhassanak a nézők, azok is, akik nem a mezőgazdaságban dolgoznak, amik máshol nem hallhatnak. Nagyon szépen köszönjük, János, vigyázz magadra nagyon.